politikai titkár úr, erkölcsi és elméleti bevezetője alap után csak röviden szeretnék néhány indiai élményemet megosztani önökkel. Az bizonyítandó, hogy Indiát hogyan tartja össze mai napig, az az erkölcsi és isteni törvény, amiről ő is beszélt. Ugye a dharma hogyan tartja össze Indiát. India a világ legnagyobb köztársasága, ezt mindenki tudja. Négyszer nagyobb, mint az Egyesült Államok, 8-9-szer nagyobb, mint Oroszország, 1 milliárd 200, egyesek szerint 400 millió ember lakja. Kína után a legnagyobb állam a Földön. És azt is látjuk, hogy vallásilag is igencsak megosztott. Eleve a hinduk száma 80% körül van, de a hinduk, úgynevezett hindukon belül is sokféle mozgalmat, különböző elképzelés szektát lehet megkülönböztetni. Emellett ott van számos muszlim, keresztények, több keresztény van Indiában, mint Közép-Európában összesen. És emellett ma már egy nagyon erős gazdasági hatalommá is vált, hiszen a gazdasági mutatóit tekintve a világ negyedik legnagyobb gazdasági hatalma, de hogyha ezt megnézzük, hogy az egyfőre eső gazdasági jövedelem mennyi, akkor bizony csak a 169. a világon, tehát mai napig egy szegénynek tekinthető ország, ahol ez a hatalmas vagyon nem arányosan, nem egyenlően oszlik el az állampolgárok között. Emellett, hogyha megnézzük, az ökológiai lábnyoma igencsak kicsi, nincs még egy, ez egyre nő sajnos, de látjuk, hogy egy még mindig jóval kevésbé szennyező országról van szó, mint például a nagy ázsiai riválisáról, Kínáról. És ennek az egyik oka, ez mind politikailag, mind tudományosan többen megállapították, jó részt a vegetarianizmus. A világ vegetáriánus lakosságának több mint 3/4 Indiában él. Sokan azt mondják, hogy India tanította meg a világnak a vegetáriánus gondolkodást. Körülbelül 400 millió ember nem eszik húst. És ehhez hozzá kapcsolódik az, hogy szinte nem esz, senki nem eszik marhahúst. Tehát látjuk, hogy egy igen komplex és igen bonyolult országról van szó, amit kész csoda egyben tartani. És hogy miért, mi tartja valójában egyben, nekem az lenne a rövid tételem, hogy a dharma. Ez nem azt jelenti, hogy Indiát egy feltétlen probléma nélküli országnak kell tekinteni, én csak szeretnék néhány történetet elmesélni Indiáról bevezetésképpen, és javaslom, hogy önök, mint befogadók, járjanak úgy el, mint a Vaisnava gondolkodók, akiknek azt tanácsolja a guru, hogy viselkedjenek úgy, mint a hattyú, tehát hogyha teljes vizet kap, akkor a tejet szűri ki belőle. Tehát arról is lehet beszélni, hogy India milyen szegény, mennyi betegség van. Én inkább most a másik oldalát szeretném kiemelni ennek az országnak, hogy milyen gazdag spirituálisan, és milyen jó példát tud adni a mindennapi életünk vezetéséhez. Ugye a mai konferencia témája, mint ez elhangzott, mint ahogy önök is tudják, a dharma. Ugye a védikus irodalom nagyon szeret metaforákkal, hasonlatokkal élni. A dharmát, ezt az isteni törvényt egy bikaként szokta megmutatni, erről lesz szó egész nap. És így ennek a, ugye a bika is úgy biztos, hogyha négy lábon áll, ennek az isteni törvénynek a négy lába, az igazmondás, a könyörületesség vagy az együttérzés, a tisztaság és a lemondás. Röviden egy-egy lábról szeretnék beszélni. Ugye az igazmondás mindenki erkölcsileg nagyon fontosnak tartja, és a mi korszakunkban, amiben most mindannyian élünk, ugye a szerencsejáték az, ami a leginkább elveszi az igazmondástól a szervező elvet, és hogyha valaki nem mond igazat, akkor láthatjuk, hogy aggodalom, paranoia keríti hatalmába, még ha ezt nem is érzi, azért tudat alatt mindig megjelenik. Sokszor pénzügyi válságokhoz is vezet, több millió olyan család van már nyugaton is, amelyik a szerencsejáték miatt vesztette el a jövedelmét. Sokszor nem gondolunk erre, mint annyira veszélyes dologra, de hogyha igazából megkapargatjuk, akkor látjuk, hogy milyen fontos és milyen pusztító lehet a szerencsejáték. Tehát az igazmondás egyik legfontosabb, érdekes módon Indiában mai napig tiltott. Az egyetlen módja, egyetlen formája, hogy terjed, egyrészt a lottó, másrészt pedig az online szerencsejátékok. Tehát ugye az internet itt is az, amit nem tud az állam kontrollálni, de még mindig fontos, hogy az elv az fennmaradt, tehát nem szabad szerencsejátékot folytatni, ennek egyre kevésbé tud a társadalom ellenállni.
De talán az igazmondásnál az első lépés nem csak az, hogy mit mondunk, hanem annak a felismerése, amely minden hagyományos társadalma megvolt, hogy amit mondunk, azzal teremtünk. Ugye kezdetben volt az ige, tartja a Biblia, az omszóval teremti Brahmáha a mi világunkat. Tehát ez minden vallás egyetért azzal, hogy szavainkkal teremtünk. Ezért tiltották a káromkodást. De nem csak igazat kell mondanunk, a tudatában is kell lenni annak, amit mondunk. És erről csak egy rövid történet jutott eszembe, amit minden bakta ismert. Egy cukorbeteg kisfiúnak a története, akinek mondta az orvos, hogy ne egyen cukrot, szülei az orvos minden mondta neki, hogy ne egyen, mert életveszélyes számára, de csak ette tovább. És egyszer jött egy guru a faluba, és mondták neki, hogy hát csak ő tud már csodát tenni, kisfiú nem akar a cukorról leszokni, mondta, hogy jó, majd elmegyek, és majd visszajövök és segítek. Visszajött egy hónap múlva, mondta a kisfiúnak, félrehívta, hogy ne egyen cukrot, és a kisfiú abba hagyta a cukorevést. A család nagyon csodálkozott, hogy ez hogy történt, csak annyit mondott, hogy hát én sem ettem egy hónapig cukrot. Ugye, tehát ez a sakti, vagy a karizma abból jön, hogyha tényleg őszinték vagyunk azzal, amit mondunk. És ez nagyon fontos. A másik lába a dharmának a könyörületesség, vagy az empátia. Ugye ennek az a legfontosabb ismérve, hogy erőszakmentesen éljünk. Ugye itt egy kisebb különbség van a Biblia és a védikus szentírások között. A védikus szentírások úgy tartják, hogy Isten a természetet és benne az élőlényeket és az állatokat és az ember gondjára bízta, és nem azért, és nem arra, hogy éljen vele. Tehát a legfontosabb ebből a szempontból az állatok védelme, mint említettem, ez nagyon fontos mai napig Indiában. A tehénvédelem nem csak az általában a Vajsnava szent helyeken tilos a mészárszékek fenntartása, de általában a hindu lakosság is elveti, még akkor is, ha esetleg halat eszik, vagy csirkét, a tehénevést mindenki elveti. Ennek hiányában, ugye, hogyha valaki erőszakkal elpusztított élőlényeket fogyaszt, ő maga is erőszakossá válik, háborúra lesz hajlamos, pereskedni fog. Egyszer részt vettem egy az Európai Unió és India közötti tudományos, kulturális megbeszélésen, ami 3 napig tartott, és a két lényegében legbékésebb nagyhatalom a jelenlegi Földön, ugye India és Európa azon gondolkozott, hogy hát milyen, hogy tudja az érdekeit érvényesíteni egy katonailag igencsak agresszív és felszerelt Kínával, Oroszországgal vagy Egyesült Államokkal szemben. És ekkor az indiaiak egy ilyen finom mosollyal megegyezték, hogy igen, mi egy vegetáriánus atomhatalom vagyunk. Tehát van atomenergiák, de nem fogjuk használni támadásra. Ezért ez volt az első ilyen értéke, amikor láttam, hogy valóban, ahogy önök is látták a politikai titkár úr megnyitójában, ez tényleg mai napig él a dharma, még politikai szinten is azzal együtt, hogy tényleg van korrupciót is, de a dharmának a fontossága és az erőszakmentesség fontossága átitatja az egész társadalmokat. És a másik példa, ugye Krisna szülőhelye Vrindávan, ahol mai napig nem lehet húst tartani, húst árulni, de nagyon fontos törvény tiltja ezt, és el is elképzelhetetlen a lakosság számára, hogy ilyen szörnyűségbe következzen. A következő lába tisztaság, itt még mindig Vrindávanban vagyunk, Góvardhan hegynél, látjuk, hogy ez az úgynevezett parikrama, ráadásul Dandavat parikrama, az a fajta zarándoklat, amikor a hívek lefekszenek, tehát hódulatukat lefekve ajánlják a Szent Hegynek, és a Szent Hegynek és ezzel Istennek is. Nagyon érdekes volt azt látni, aztán többi bakta is megerősítheti a véleményemet, hogyha ünnepidőben vagy szerencsés időszakban megyünk Góvardhan hegyre, akkor elképesztő tömegek végzik mai napig ezeket a szertartásokat. És nem csak tömegek, hanem sokszor családok. Itt is látjuk, hogy férfiak, nők együtt. És úgy tűnik, hogy ez egy ilyen családi gyakorlat, hogy a mondjuk esküvő után egy fiatal pár elmegy, és nem Goába megy mondjuk a tengerpartra, hanem az a közös program, a Nászút, hogy együtt végeznek lemondásokat. Ugye a tisztaságnál nagyon fontos a család összetartása, de a család, mint kötelék, az, ami megvédi az embert attól, hogy többek között, hogy tiszta, hogy szexuális kilengésekre ragadtassa magát.
És amikor baktákkal utaztunk, rengetegszer megfigyeltük azt, hogy amikor az indiaiak ugye hozzánk jönnek, mert látják, hogy vajsava ruhába jönnek itt nyugati férfiak és nők, és kérdezik, hogy mik kik vagytok. Mondjuk, hogy mi kollégák vagyunk. És halljuk a tolmácsolást, azt mondta, hogy az anyja. De hát mi kollégák vagyunk, a felesége és a lánya. Tehát egész egyszerűen annyira erős a család összetartozása, hogy nem is értik azt, hogy idegen emberek utaznak együtt. És ez is erre vissza lehet utalni, arra, amit politikai titkáról mondott az imént, hogy egy nagy családként, tehát a hitben és a lemondásban egy nagy családként látják mai napig a világot, ami egy nagyon szép példa. Az utolsó láb, a lemondás, ugye ez a kép senkinek nem idegen, aki járt már Indiában. Az a fajta egészen, ugye ez egy riksa, és iskolás gyerekek mennek, de ugyanezt felnőttekkel is lehetett volna ilyen képet találni. Tehát ugye ezt említettem az elején, hogy hiába a negyedik legnagyobb gazdasága a világnak, ez a vagyon nem egyenlően oszlik el, és mindig hát, hogy nagyon sokan vannak. Éppen ezért sokszor a mi szemünkkel nagyon kényelmetlen körülmények között kénytelenek utazni, tisztátodni, élni az indiaiak. De furcsa módon ez nem okoz számukra boldogtalanságot, vagy paranoiát, vagy egyéb problémákat, és nagyon ritka, hogy kábító vagy mámorító szerekhez fordulnának, ami az anyagi élvezetek elvesztésével, vagy az elvesztése iránti félelem miatt sokszor a nyugati embert vezeti. Tehát az a fogalom, amiről nagyon sok szó lesz valószínűleg a mai nap során, a hamis ego, tehát a hamis önazonosítás, az indiaiaknál valahogy jóval lejjebb van, mint nálunk, és éppen ezért sokkal kevesebbet is szenvednek az anyagi világ kegyetlenségei miatt, mint mi. És ezt nagyon könnyen meg lehet tőlük tanulni. Sokszor láttam olyat például, hogy egy riksa, ugye, aki Indiában jár, gyakran találkozik, az egyik legismertebb foglalkozás, amivel az indiai turisták találkoznak, vagy zarándokok, ugye az a riksa vezetője, aki általában nem azt csinálja, amit mondunk, nehezen rávehető arra, amit szeretnénk. Rengeteg vita van abból, hogy mennyi is volt az az út. De a végén, amikor azt látjuk, hogy a nyugati ember az egójánál vezetve, már vörös a feje és üvölt, ő is egy ideig, de aztán, amikor a probléma megoldódik, mi még mindig fővünk ugye a saját levünkben, ő pedig mosolyogva felajánlja, hogy hát akkor menjünk tovább, vagy pedig még felajánlhatom a szolgáltatást, amit esetleg haza is menjünk. Tehát egy nagyon érdekes, tehát oda vezet, ide vezet, tehát nagyon érdekes ez a fajta különbség, hogy mennyivel könnyebb, tehát hogyha valaki folyamatos lemondásra kényszerül az anyagi körülményei között, mennyivel kisebb az a hamis ego, ami valójában minket, jólétben élőket eltávolít attól, hogy az anyagi világot a saját furcsaságain és a saját kegyetlenségeink keresztül lássuk. Úgyhogy azt hiszem, hogy azok a rövid élményeim, amik Indiából talán érdekesek lehetnek, vagy relevánsak a mai konferencia céljából, talán segítenek egy kicsit megérteni azt, hogy azok a nagyon szép erkölcsi elvek, amivel megnyitottuk a konferenciát, mennyiben segítenek ahhoz hozzá, hogy egy ilyen nagyon összetett és hatalmas társadalom békében mai napig megéljem, és adott esetleni példát is jelenthessen számukra. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és egy tartalmas konferencia jövőt kívánok. Hare Krishna!